Egyik szám az induló, a gerinctelenek indulója. Az a kérésem volna, hogy a létszámkülönbséget kiegyenlítsük az előző zenekarokkal, hogy a közönség és a zsűri esetleg énekeljen velem a eredménymódban. Nagyon egyszerű kis dalocska, komolyan kétsoros versszakok vannak benne, és az első versszaknak a tartalma, vagyis a szövege szó szerint annyi, hogy hogyha fú a szembeszél, okos ember nem beszél. És van egy gyönyörű lírai bevezető rész, így hangzik. Én valahogy így. Rappáj, bappa, bappa. Ezt is nagyon könnyű énekelni, és aztán a dallam. Hogyha fú a szembeszél, okos ember nem beszél. Lírai középrész. Tadalidadamdam, daramdíram, tadalidadamdam, daramdam. A második versszak szövege az majdnem ugyanilyen egyszerű. Ha jobban fú a szembeszél, a száj hallgat, a szem beszél. Na, és azt hiszem, hogy legjobb volna, ha előről énekelnénk, hogy az összhatás jobb legyen. És akkor most a lírai bevezető résszel kezdjük. Rappáj, bappa, bappa, bappa. Eddig tökéletes volt. Hogyha fú a szembeszél, okos ember nem beszél. Tadadidadamdam, daramdíram, tadadidadamdam, daramdam. Ha jobban fú a szembeszél, a száj hallgat, a szembeszél. Tadadidadamdam, daramdíram, tadadidadaram, daramdam. Na most már kezd összekovácsolódni a dolog. Most előről, egységesen, átütő erővel, hát ez a gerinctelenek indulója, ez egy kemény induló. A lírai rész a több szólamba is lehet esetleg. Rappáj, bappa, bappa. Hogyha fú a szembeszél, okos ember nem beszél. Tadadidadamdam, daramdíram, tadadidadaram, daramdam. Ha jobban fú a szembeszél, a szájba vagy a szembeszél. Tadadidadamdam, daramdíram, tadadidadaram, daramdam. Ha még jobban fú a szembeszél, a szájba vagy a szembeszél. A